Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, és megérkezett következő tesztalanyunk a GearBest webáruházszól, mégpedig a Verni Mix 2-es mobiltelefon készülék, őt fogom most kicsomagolni, ebben a fehér dobozban van itt előttünk. Ugye a csomagolása az már ismerős lehet, hiszen aki már nézte a Vernis videókat, ugye a Verni Mars Pro is ugyanilyen csomagolásban érkezett szinte, egy fehér, masszív, érdes kialakítású felületű kartondoboz, Verni márkajelzéssel, és itt kék csíkban kiemelve a készülék típusa, ugye a Mix 2-es. Hogyha a dobozt megfordítjuk, akkor a márkajelzésen kívül van néhány alapinformáció a Mix 2-es készülékről, Helio P25-ös processzor, 64 bites, 8 magos és 64 bites utasítás készlettel dolgozik, 6-szoros kijelző, 18-9-es képarányjal dolgozik a telefonunk, 4 GB memória és 64 GB belső tárhely, 128 GB microSD-vel tudjuk maximum bővíteni, hogyha nem használjuk a dual SIM funkciót, de erről majd még úgyis beszélni fogok nektek, 13 megapixeles dual kamera van a készüléken, egy 4200 mAh-s telepet kapott ez a Mix 2-es, gyors töltés funkció 9 volt 2 amper, új lenyomatolvasó, 4G LTE képes a készülék, dual SIM, ugye dual SIM standby a Mix 2-es, de erről még majd úgyis beszélni fogok, és itt még annyi infónk van, hogy Android 7-es operációs rendszer csücsű jelleg a Verni Mix 2-n, de hát akkor csomagoljuk is ki, bonyolult dolgunk nincs, leemeljük a kartondoboznak a tetejét, akkor itt van nekünk a Verni készülékünk, kiszedem ebből a fóliából, akkor ő lenne a Verni Mix 2-es mobiltelefon készülék. Láthatjuk, hogy van rajta egy gyári fólia, és a hátlapon is van egy fólia egyéb feliratokkal, de ezt még majd úgyis meg fogjuk nézni. Hogyha az elválasztó papírt kiveszem, akkor pedig itt van nekünk az USB-s hálózati adapterünk, ugye a 9 volt 2 amperes gyors töltőnk, Verni felirattal, és itt van nekünk még egy microSB kábel, igen, microSB portot kapott a Mix 2-es, egy microSB kábel a számítógépes adatkapcsolathoz és a töltéshez. Van itt nekünk még egy ilyen kis Verni óta, ugye itt a frissítésekkel kapcsolatban és a gyártó oldalára visz fel bennünket ez a kis vonalkód, és van itt nekünk még egy ilyen kezelési útmutató, egy ilyen üzembezési útmutató füzetecske, és még a gyártó a Mix 2-höz csomagolt nekünk néhány extrát. Egyrészt van egy SIM-tű a csomagban, ezzel el is árultam azt, hogy az akkumulátorunk ez beépített és nem kivehető a készülékből, de ezt még majd úgy is meg fogjuk nézni, illetve beszélni fogok róla. És van itt nekünk még egy szilikontok, egy ilyen gyári szilikontok, aminek a minőségére annyit kell mondanom, hogy arra tökéletes, hogy a telefonunkat védje valami, hogyha megvásároljuk, de biztosan, hogy ennél minőségibb tokokat lehet csak vásárolni, szóval egy ilyen nagyon alap szilikontok van a csomagban, és van nekünk egy hátlapi fóliánk, ugye itt van az új lenyomatolvasónak és a kamerának a kivágása, ebből lehet tudni, hogy ő lenne a hátlapi fóliánk a készülékhez, és van nekünk egy előlapi fóliánk, ezt pedig így kell felraknunk, hiszen a jobb alsó sarokban van a selfie kameránk, az előlapi kameramodul, szóval két fóliát is kaptunk a készülékhez, igaz nem üvegfóliát, de kaptunk fóliát ahhoz, hogy tudjuk védeni a frissen vásárolt telefonunkat, addig, amíg esetleg nem szerzünk hozzá olyan tartozékot, ami nekünk jobb lenne. Úgyhogy ő lenne a Verni Mix 2-es, így nagy vonalakban, a kicsomagolásban, ez van a dobozban, hogyha esetleg erre a készülékre esik a választásunk, a GearBest webáruház küldte nekünk, hogy mi is megnézhessük ezt a készüléket, és akkor mindjárt kicsit beszélni fogok a hardware-ről, megnézzük a szintáciát, ugye a szokásos videók, hogyan tudjuk rezetelni a telefonunkat, hogyan tudunk belépni a gyári recovery-be, illetve egy kicsit be is fogom kapcsolni, és beszélni fogok nektek a tapasztalatokról, hogy nálam hogyan vizsgázott a Verni Mix 2-es. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, sziasztok!